Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Az amerikai nagykövet, üdvözlöm a kedves nézőket, ez a Pirkadat extra, tartsanak velünk. Üdvözlöm, nagykövet úr, ön Magyarország, illetve Európa első zsidó televíziójában van. Welcome, Ambassador. You are currently in Hungary's and Central Europe's first Jewish television. It's a pleasure for me to be here. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Nagykövet úr, nagyon sokan várnak a nézők közül erre a pillanatra, hogy elmondja, hogy vannak-e magyar gyökerei, és hogy érzi magát itt Magyarországon. Ez a bevezető udvariassági kérdés. Many of our readers are curious to hear you about whether you have any Hungarian roots how you are feeling in Hungary. This will be the first polite question at all. I hope it will not be the last one either. Remélem nem az utolsó udvarias kérdés. Nem kell aggódnia. No, don't worry about it. So, yes, I do have Hungarian roots on my mother's side. Her parents came from Hungary. Igen, vannak magyar gyökereim anyai ágon. Az édesanyám szülei származnak Magyarországról. And I have the fondest memories of this beautiful Hungarian grandmother that could not do more for me than she did. She was the most beautiful, wonderful person that I have a memory of. És azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon szép emlékeim vannak a magyar zsidó nagymamámról, aki egy nagyszerű ember volt, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon szeretett engem, nem is tehetett volna többet értem az unokájáért. Sokat tett értem, mert különben nem lenne itt. She did a lot, otherwise you wouldn't be here now as an ambassador. És akkor a következő már kevésbé udvariassági kérdés, hanem lényegre törő. So the next will be now a more serious question, if you don't mind. Másfél esztendeje ön itt dolgozik a magyar fővárosba. Mennyit javultak a magyar-atlanti kapcsolatok, illetve magyar és az amerikai kapcsolatok a másfél év alatt? You've been here, working here as an ambassador for the past 1.5 years. How do you see U.S.-Hungarian relations improving over this time and more broadly Hungarian-Atlantic relations? I think the relations have dramatically changed and they've changed for the better. Bocsánat. Úgy gondolom, hogy a kapcsolatokban drámai javulás állt be. As you know from other parts of the world, President Trump believes in having a dialogue with friends and enemies. Ahogyan azt valószínűleg ön is tudja, Trump elnöknek az az elve, hogy párbeszédet kell folytatnia, mind a barátaival, mind az ellenfeleivel. And through a dialogue you can establish a better relationship. And through a better relationship you can achieve better results. Hiszen a párbeszéddel jobb kapcsolatokat lehet kiépíteni, és a jobb kapcsolatoknak köszönhetően jobb eredményeket lehet elérni. Elődjei nagyon komoly munkát végeztek Magyarországon, de ennyire közel kerülni a magyar miniszterelnökhöz, ön az első, nyugodtan mondhatom. Your predecessors also did a great job here in Hungary, but I dare say that maybe you have the single best relationship with our prime minister. Well, it's hard to have a relationship if you don't communicate and you don't have meetings and all you do is criticize the government, you're not going to have a relationship. So I came in with a different perspective. And I believe we do have a wonderful relationship, and this is the reason that we have been able to accomplish quite a bit together to the benefit of Hungary and to the benefit of the United States. Úgy gondolom, hogy elég nehéz kommunikálni, hogyha nincsen kapcsolat, és nincsenek találkozók a diplomaták és a miniszterek között, és csak kritikát fogalmazunk meg. Tehát én más perspektívával érkeztem nagykövetként, úgy érzékelem, hogy nagyszerű a kapcsolatom a kormánnyal, a miniszterelnök úrral, és ennek hála sokat el is értünk, mint Magyarország, mint az USA javára.
Ön azon nagykövetek közé tartozik, akinek nem kell coming out-olni és bevallania, hogy zsidó. Így aztán biztos tudja, hogy mi az antiszemitizmus, és hála Istennek, nekem úgy tűnik, hogy Európában, lehet, hogy itt is van igény rá, de itt a legalacsonyabb szintű. You're one of those few diplomats who don't need a coming out to show that they're Jewish. You've never hidden that fact. And thank God, the way I see it, and I wonder whether you agree, in Europe, in Hungary, we have a rather low level of anti-Semitism. So what is your comment on that? Well, as I said at my Senate Foreign Relations Committee hearing, I am a very proud American Jew. And what I intended to do would be to come over here and help in any way I could if there was anti-Semitism here. Ahogyan azt a szenátusi meghallgatásomon is elmondtam, én egy büszke amerikai zsidó vagyok. És elmondtam, hogy azért jövök Magyarországra, hogy minden tekintetben próbáljuk segíteni akkor, ha bármilyen antiszemitizmussal találkozom. Unfortunately, there is not a city in the world that there isn't some anti-Semitic feeling. But I can tell you from what I see here that there is less here than there is even in my wonderful hometown of New York City. Sajnos nincs olyan város a világon, ahol ne lenne valamennyi zsidó ellenes érzület. És úgy látom, hogy Budapesten ez kevésbé jellemző, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy talán még kevésbé jellemző, mint szeretett szülővárosomban, New Yorkban. When I was home just recently for the High Holy Days, where I am a happily a member of the Board of Trustees of Park East Synagogue in New York City, I read in the paper that morning that so far this year there were 750 acts of violence against Jewish people in New York City. How many have you had here during this year? One, two? 22. 22. All right. Amikor nemrég otthon jártam a zsidó ünnepekre, ugye tudják, hogy én a Park East-i zsinagóga elöljárója vagyok, akkor szembesültem azzal a számmal, hogy ebben az évben ez idáig 750 erőszakos cselekményt követtek el zsidó származású emberek ellen New York City-ben. Nem tudom, Budapesten vagy Magyarországon mi ez a szám, egy-kettő talán, de nyilvánvalóan sokkal kevesebb. Don't misunderstand. One is too many. Ne értsenek félre, egy is túl sok természetesen. Sikerült-e Magyarországon, ugye ön egy gondolatolvasó, és úgy látszik, látta a papíromba, hogy rá akartam kérdezni a zsinagógára, aminek a Rasekolja az előjárója volt, így aztán mondta magától, sikerült-e a magyar zsidósággal is kapcsolatot teremtenie? And I see that you read my mind, or you can see what I have written on my paper, because I actually wanted to ask you about the Park East Synagogue. Yeah. And so you are a Rashikol of that synagogue, you sit on the Board of Trustees. May I ask you whether you have managed to develop a relationship with the Hungarian Jewry? Yes, I have, but I've reached out to the entire Jewish community. I'm happily been on the board for many years of the Jewish Community Relations Council, which is a fabulous organization that does all political work to help not only Jewish people, but any oppressed people politically anywhere in the world. So I've had the privilege of meeting a lot of the Hungarian Jewish community, and they're thriving, and they're a good group of people that are over there. Igen, sikerült kapcsolatokat kiépítenem az egész tágabb magyar zsidó közösséggel, és hozzátenném, hogy én az úgynevezett zsidó nemzetközi kapcsolatok tanácsának is a tagja vagyok, és ebben a minőségemben is évek óta dolgozom azon, hogy
minél jobb kapcsolatok alakuljanak ki világszerte a zsidók és nem zsidók között, és itt Magyarországon is nagyon sokféle zsidó szervezettel sikerült nagyon jó kapcsolatot kialakítani. Tudja, nagykövet úr, én nagyon sok izraeli nagykövetnek tolmácsoltam, amióta Magyarországon vagyok, 2003 óta, és nagykövetek különbözők vannak. Vannak, akik hivatásos diplomaták, és azoknak megmondják a külügyminisztériumban, hogy hogy kell gondolkodni a világról, és vannak olyan nagykövetek, akik a szívükből és a helyzetből dolgoznak. Ön melyik közé tartozik? I don't know if you're aware, but I've been an interpreter for several Israeli ambassadors in Hungary since my return from Israel in 2003. And my experience is, and I don't know whether you agree, that there are some diplomats who are career diplomats, who are mostly basically told by their capital cities, their departments, what to say and how to think. But there are other diplomats who, on the other hand, speak from their heart. So which of these are you? Definitely the latter. Egyértelműen az utóbbi kategóriába sorolom. I speak from... I started a new career when I was 80 years old to become a diplomat. So I've had 80 years prior to that with a different background. So I, and at this age, by the way, you can't think of two stories because you forget one. So you only have one story, and that's both from my mind and my heart. Ugye én 80 évesen kezdtem egy új karriert, ha úgy tetszik, előtte egy teljesen másfajta életet éltem, úgyhogy azt gondolom, hogy én már amúgy is öreg vagyok ahhoz, hogy, hogy két történetem legyen, tehát kétféleképp mondjak el dolgokat, mert lehet, hogy mire az egyiket elmondom, elfelejtem a másik variációt, szóval nekem mindig csak egy történetem van, és általában megpróbálok a szívemből, de az elmémből is beszélni. Ön hozzászokott előző életében, hogy egyetlen főnöke volt az örökkévaló, és annak akár vissza is válaszolhatott, és akkor egyet értettek. So in your previous career you were used to having only one boss, as you once said, God Almighty, and you could even have an argument with him. That boss remains, and hopefully he'll be my boss forever and ever. Azt gondolom, hogy még mindig ő az én igazi főnököm, és azt gondolom, hogy mindig is az marad. Őszintén megmondom, hogy pontosan ezt a választ vártam. That's exactly the answer that I expected. Mégis minek utána ön a szívéből beszél. Mit javasolna Magyarországnak és Magyarország vezetőinek? Hogy lehetne ezeket a nagyon rohamosan javuló ezeket az amerikai-magyar kapcsolatokat még attraktívabbá tenni. So you, as we know, you speak from your heart. What would you recommend to Hungary's leaders? How could these rapidly improving U.S.-Hungarian relations be made even better? It's a very good question. Thank you. And I and I have offered a solution to everybody that I speak to in the government, from the prime minister down. The public relations of this country are terrible. Terrible. Not terrible, they're non-existent. And what I found here is that this is a wonderful, wonderful country. It's a beautiful country, which we all know, but it has terrific people. It has wonderful food, it has better wine than food, and it, compared to other capitals in Europe, it's rather inexpensive for a cost of living here. So it's the best kept secret in Europe. But when I go home, everybody that I meet, whoever it is, they come up to me and say, oh, I feel so sorry for you. You're living in Budapest. With all this anti-Semitism, it must be terrible. And I try to explain that that isn't the case. Nagyon jó kérdés.
A miniszterelnöktől kezdve lefelé a különböző kormánytagoknak mind felvázoltam azt az én javaslatomat. Arra nézve, hogy van egy terület, ahol javítani kellene méghozzá ennek az országnak a PR-ja. Azt gondolom, hogy szörnyű a public, tehát a közkapcsolatai ennek az országnak, hogy egyszerűen nem létezik PR, hiszen ez egy gyönyörű ország, kiváló emberekkel, nagyszerű ételekkel, még az ételeknél is finomabb borokkal. És ennek ellenére úgy tűnik, hogy ez az ország még mindig Európa legjobban őrzött titka. Keveset tudnak róla. És otthon, sajnálatos módon azt kell, hogy mondjam, hogy gyakran oda jönnek hozzám ismerősök, és azt mondják nekem, nagyon sajnálom önt, hogy hogy Budapesten kell dolgozni, ahol olyan nagy az antiszemitizmus. És ilyenkor mindig el kell magyaráznom nekik a valós helyzetet. Tudja, nagykövet úr, nem szoktam a riportalanyaimnak a mondatait kommentálni, de ezt nem lehet nem kommentálni. Izrael az összes háborúját megnyerte, és a média háborút állandóan elveszíti. Tehát ragyogóak a harctéren, és amikor gondolkodni kell, viszont akkor, amikor PR-ról, amikor kommunikációról van szó, akkor a világon a legrosszabbak, még rosszabbak, mint a magyarok. I normally don't comment the answers of my interviewees, but this time I'll make an exception. You know, Ambassador, Israel, for instance, has won all of its wars, but has lost all of its media wars. Mm-hmm. So I always keep saying this, that it's terrible that after winning wars, they just lose on the media front, and they are doing worse at that than Hungarians. Yeah, I think it's a good competition who does a poorer job, Hungary or Israel. It's very close. Azt gondolom, hogy igen, valóban szoros a verseny, hogy ki teljesít rosszabbul ezen a téren, Magyarország vagy Izrael. Egyik rosszabb, a más. Egy amerikai nagykövetet, aki Budapesten szolgál, nagyon nehéz megkérdezni egy másik helyszínről, de muszáj. Hisz, mint ahogy én megmondtam, hogy én egy büszke izraeli és magyar zsidó vagyok, ő meg megmondta, hogy egy büszke amerikai zsidó, ugyan a szívünk az mindig a hazánk felé dobog, de van egy újkori zsidó állam is. If you'll excuse me, I know it's difficult to ask an ambassador about another country, not that the one that he represents. But since you have spoken out about being a proud American Jew, let me ask you about Israel. As you know, I'm also a proud Hungarian Israeli. And we know, our heart, of course, beats first for our homeland, for our country, but also for the state of Israel. Én elárulom a nézőknek, hogy nagykövet úr, amikor a zsinagógában van és az örökkévalóhoz imádkozik, akkor nem csak Amerikáért, hanem a világ zsidó népéért és annak békéért és szabadságáért is imádkozik. Let me share this with the viewers that when the ambassador sits in the synagogue and prays, he doesn't only pray for the United States, but also prays for all the Jews all around the world. That is correct. Ez így van. Köszönöm, hogy akkor ebben nem tévedtem. Thank you for confirming. A Közel-Keleten vagyunk, ezért volt ez a hosszú bevezető, ahol a helyzet most, ez egy nagyon magyaros mondás, fokozódik. So the now my next question, and excuse the long introduction, is about the situation in the Middle East, where the situation is tense. Ön egy tapasztalt ember, most már diplomata is. Nagyon jó kollégái dolgoznak a Közel-Keleten is, úgy a térségbe, mint Izraelbe. Mégis el kellene most ott a segítség. Hajlandó lenne a 80 éves büszke amerikai zsidó tapasztalatával segíteni a helyzet megoldásán, hisz az elnöke mindent megtesz, de úgy tűnik, hogy idáig a helyzet nem javult. There seems to be a very difficult situation evolving now, and you, as a person with a lot of experience, now also as the experience of a diplomat, would you be perhaps willing to mediate or somehow help resolve that situation, which doesn't seem to be resolving itself right now? Mert lehet, hogy az imák nem elegendőek. Because maybe prayers are not sufficient. And your president also, I know that he does as much as he can, but maybe more assistance is needed. Well, I can. Not in my lifetime or prior to my lifetime. I can never remember an American, well, prior to my lifetime there wasn't an Israel, but there has never been anyone in Washington, there has never been a president that is more supportive of the Jewish people and of Israel than President Trump. I know him for over 30 years, and
what you see in his actions, what you hear in his words, are not political. That's exactly how this man feels. And in a way, it breaks my heart that there are so many Jewish people in America that are opposed to this president, because they should have more regard for what he has done for Israel and for all of the Jewish people. El kell mondjam, hogy egész életemben nem emlékszem olyan amerikai elnökre, aki többet tett volna a zsidó emberekért és Izraelért, mint Trump elnök. Én több mint 30 éve ismerem őt személyesen, és azt kell mondjam, hogy mindaz, amit tesz, tehát a cselekedetei, a szavai is, azt bizonyítják, és nem egy politikai megnyilvánulás ez csak, hogy valóban úgy így is érez. És megszakad a szívem, amikor azt látom, hogy Amerikában sok zsidó ember Trump elnök ellen van, holott azt hiszem, hogy jobban kellene értékelnünk mindazt, amit az elnökünk a zsidókért tesz. Trump elnök egy igazi amerikai elnök. Én, mint újságíró, meg mind aki minden reggel 2:30-kor föl kell, hogy megmagyarázza a nézőinek, vagy megvilágítsa, hogy mi történik a nagyvilágban. Sokszor előre nem tudom, hogy éppen mit fog twittelni, de én lényegre törőnek tartom, és amerikai lennék, biztos rászavaznék. Well, I think that he is a real American president, and me who really follows the news, and I get up every morning at 2:30 a.m. so that I'm able to inform my viewers, I have to tell you, though, that I never know what the president will tweet. Yeah. It's quite unexpected, but still I have to say that if I were American, I would vote for him. Mert szeretem azokat, and I will. Én pedig ráfogok. Mert szeretem azokat a politikusokat, akik több mondatokban meg tudják mondani vagy írni, amit akarnak. Because I really like politicians who are able of expressing themselves in short, succinct sentences. That means my answer should be shorter. Tehát arra célosz, hogy az én válaszom is rövid legyen? Most jönnek a rövid kérdések. Now comes the very short question. Ez csak a bevezető that volt. Was the introduction. Az Amerikai Egyesült Államokban a magyar külügyminiszter aláírt egy együttműködési szerződést, minek utána meghosszabbítják magyar állampolgároknak, amennyiben megfelelnek a kritériumnak, nincs szükségük vízumra. Ez ön szerint hosszú életű lesz? Az ESTA-t kérdezni? Hogy? Az ESTA. Again. Yeah. So our foreign minister has just signed an agreement with the Department of State, meaning that the visa waiver status of Hungarians has been extended. Do you mm-hmm. think that this extension will be long-lived or short-lived, or what's your perspective? I don't see why it should ever be terminated. We have wonderful relations. There should be a visa waiver program where access to America is not such a cumbersome process. And I would hope that, and see no reason why it should be discontinued. Nem látok okot arra, hogy ezt a megszüntetnék, ezt a vízummentes státuszt. Magyarországnak minden adottsága megvan ahhoz, hogy ne tegyük nehézzé állampolgárainak számára a beutazást az Egyesült Államokba, úgyhogy úgy látom, hogy ez egy valószínűleg hosszú életű. Ugyan nem látszik, de készültem erre a beszélgetésre, és megpróbáltam megnézni a magyar, illetve az amerikai-magyar kereskedelmi kapcsolatokat. Szerintem lehet ezt még bőven fokozni. Mit gondol ön erről? Although maybe you can't tell, but I have prepared for this interview and I looked at the Hungarian-American trade numbers, figures, and they are not bad, but I'm sure they can be still improved. So what is your view on that from both American exports to Hungary and the other way? I couldn't agree more that they should be improved upon. Igen, teljesen egyetetek önne, hogy még javítani kellene ezeket a kereskedelmi. We have a sizable market, as you know. And we're working on it. We have a very able commerce department here in the embassy. And we arranged last June to have 15 companies go to Washington for a conference called Select USA, which was really something to see, where each state in the United States had a booth trying to entice different companies to come to America and open a business. And I believe a lot of the 15 companies we brought over are opening businesses there.
Ugye az Egyesült Államok egy óriási piac, és természetesen dolgozunk azon, hogy több magyar befektetés érkezzen hozzánk. Nagyon jó munkát végez a kereskedelmi részlegünk a nagykövetségen, és tavaly nyáron az úgynevezett Select USA program keretében 15 magyar céget, egy delegációt utaztattunk ki az USA-ba, pontosan azért, hogy segítsünk nekik kapcsolatokat kiépíteni ottani cégekkel, államokkal. Ezen a Select USA-en minden amerikai szövetségi államnak van egy standja, és mindegyik, az egész arról szól, hogy a külföldieket különböző incentívákkal ösztönözik a befektetésre, és azt gondolom, vagy úgy tudom, hogy a 15 cégből többeknek már sikerült is befektetéseket elkezdeni. By the way, we are also bringing American companies to Hungary, and I hope before the end of the year to have a very, very big announcement that will, you'll be very surprised to hear who might be coming over here. De természetesen amerikai cégeket is próbálunk Magyarországra hozni, és még az év letelte előtt egy nagy bejelentés lesz e tekintetben, és úgy gondolom, hogy sokan meg fognak lepődni, hogy ki az, aki Magyarországra települ. Van még hátra fordítás nélkül 5 perc nettó időnk, 3 rövid és nehéz kérdés. Az Amerikai Egyesült Államok, Magyarország és Törökország egy szervezetnek, a NATO-nak a tagja. Lát-e ön aggodalmat a közel-keleti események miatt a NATO-n belül? So we have 5 minutes net left of time, so 3 difficult, 2 easy, 1 easy question. Hungary, Turkey and the United States are all NATO members. Do you see any concern within NATO now because of the events that are going on in the Middle East? Well, there's always a concern about the Middle East, number one, whether it's with this country or that country. However, I really am so occupied with the bilateral relationship between the United States and Hungary, strengthening that and accomplishing our goals, that I really don't have time to look to many other parts of the world and see what should be done there. I don't have enough information on it other than what you and I read in the paper or hear on television. Újságokból ne szerezzen információkat. Don't feed the papers, don't trust them. Mindig van aggodalom sajnos azzal kapcsolatban, hogy a közel-keleten mi zajlik, ez nem újdonság. Nézze, azt kell mondjam, hogy engem annyira lefoglal a kétoldalú kapcsolatok ügyeinek az intézése, és hogy azon dolgozom, hogy a kitűzött céljaimat itt elérjem, hogy igazából sajnos nincs időm tágabb ügyekre kitekinteni, és nem is áll rendelkezésemre elegendő információ. Erről csak az újságokból tájékozódom. A válasz a várható volt, úgyhogy fölteszek még egy kérdést, amire úgy tűnik, hogy a válasz lehet, hogy hasonló lesz, de én azért megpróbálom. I expected that answer, but I'll ask you another or a different question, and I hope that maybe you'll answer differently. Az Egyesült Királyság, Anglia úgy tűnik, hogy mégis kikerül az Európai Unióból, így aztán Amerikának még jobb és még erősebb partnerekre van szüksége az EU-n belül, az Európai Unión belül, és feltételezhető, hogy Amerika megerősíti gazdasági és egyéb kapcsolataikat az Angol Királysággal is. So Brexit, the UK is about to exit the European Union, and I guess what we can expect is that the United States will try to strengthen its economic and trade business relations with individual European countries, including the United Kingdom. Well, I think I'm very happy to be the ambassador in Hungary. My good friend Woody Johnson, who is the ambassador in England, has his hands full with his problems, as I do here. I'm really not trying to avoid or duck your question, but honestly, I can only refer to what I know and spend my time on. At the end of the day, if I'm catching up on some news, that's really all that I hear about. So for me to voice an opinion on it really is something I can't speak knowingly about. I would expect that whatever happens in England, Hungary is going to try to establish its own economic relationship,
just as the United States will, just as every country will. So it's up to each country to go where they're going to go with England. Olyan szerencsés vagyok, hogy én Magyarországnak vagyok a nagykövete. Woody Johnson, kedves jó barátom, aki a nagy-britanniai nagykövet volt, neki aztán jó sok dolga van ezzel kapcsolatban, de én azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen nem tudok, vagy nem is szeretnék véleményt alkotni ebben az ügyben. Nem igazán értek hozzá, mondom, a médiából tájékozódom. Azt várom, vagy feltételezem, hogy az fog történni, hogy Magyarország is, az Egyesült Államok is, és minden más ország természetesen megpróbál majd minél jobb gazdasági kapcsolatokat kialakítani az Egyesült Királyság. Nagykövet úr, mielőtt megköszönném, hogy közel fél órát az első magyar, illetve európai zsidó televízió zsidó és nem zsidó nézőinek szentelt. Előtte egy utolsó kérdés. Ön egy nagyon elfoglalt ember, egész nap dolgozik, de vége van a napnak, akkor mit csinál? Magyarul, mivel tölti a szabad idejét? Golfozik, bridge-el, úszik, vagy étterembe jár, és teletömi a gyomrát, hogy nehéz legyen aludni? So before we end this, your first interview, first to the first Jewish television of Hungary and of Europe, let me ask you finally, so you are absolutely a very busy person, but obviously when your day ends in the office, I'd like to know what you do in your free time. So do you play golf, or do you play bridge, or do you go swimming, or do you prefer to go to a nice restaurant? What is it that you do? Well, first I can tell you my wife is an avid bridge player, and in fact, I think she's playing right now. So if any of your audience would like to involve her in a bridge game, I'd be happy to help her out with that. As far as I'm concerned, we love going to the restaurants here. We love having people come over to the residence and have dinner in small and large groups. I enjoy being with the other ambassadors that are here in Hungary. They're a fabulous group of people, and we all get along so, so well. And finally, I enjoy going to MUPA and enjoying the concerts throughout the city and the museums as well. Nos, hogy most, hogy felhozta, azt kell mondjam, hogy feleségem nagyon lelkes bridge játékos. Úgyhogy ha a nézők között van olyan, aki tud esetleg jó bridge kört ajánlani, akkor szívesen vesszük a útmutatásukat. De egyébként, amit nagyon szeretünk a feleségemmel, egyrészt természetesen szeretünk étterembe járni, vagy vendégeket hívni vacsorára, a rezidenciára, kis és nagyobb körökben. Nagyon szeretünk összejárni más nagykövetekkel. Most Budapesten egy mesés nagyköveti csapat van, nagyon jó a kapcsolatom mindenkivel. És végül nagyon szeretünk a MÜPÁ-ba járni, koncerteket hallgatni, és a budapesti múzeumokat is szeretünk. Gyerekei és unokái meg szokták látogatni? Does your family ever visit you here, your son and yes, your grandson? Yes, yes. My grandson, who just turned 14, is obviously in school. And when he finishes the school in the summer, he's fortunate enough to go to a summer camp. So the time is very, very limited. But they get here once or twice a year. They've been here now twice. Hopefully they'll be back soon. And if they don't come here, I run back there to see them. I only have four other people in my family, so we're very, very close. And it's the number one hardship of this job is not being together with the other three people in my family. Természetesen igen, unokám 14 éves lett idén, természetesen iskolába jár, nyáron pedig nyári táborokba jár, úgyhogy igazából sajnos kevés idő van arra, hogy ellátogasson hozzám, de már kétszer voltak itt meglátogatni a családom, és ugye azt kell mondjam, hogy nekem egy pici családom van, tehát összesen négyen vagyunk, és ez a talán az első számú nehézség ennek a munkának, amit végzek, hogy a családom három másik tagjával nem lehetek annyit együtt, amennyit szeretnék, de ha ők nem jönnek, akkor én hazasietek hozzájuk Amerikába. One last comment. És egy utolsó megjegyzés. It's wonderful having the title ambassador. It's a great honor. My favorite title is grandpa. És végre egy utolsó gondolat. Nagyszerű dolog, hogy az ember nagykövet, és nagykövetnek szorítják, de ennél van sokkal nagyszerűbb dolog, hogy az ember nagypapa.
Nagyon köszönöm, hogy ennyire emberi volt. Sajnos nem volt itt nálunk, tehát nem tudtunk boldog, békés új esztendőt kívánni önnek 5779-re, így 80-ra kívánunk. Thank you for ending on that very humane note. And unfortunately, you were not here in the studio, so we were not able to wish you a happy 5779th New Year. Okay. So therefore, we wish you a happy and peaceful 5780th year. És még a polgári új esztendő beállt előtt várjuk akkor ezt a nagyon nagy bejelentést, amit ígért, ami egy nagy meglepetés lesz, azt mondta. And we'll be looking out for that big surprise announcement that you promised before the end of the year. Very good, and let me wish you, your family, and your audience a healthy and happy year as well, and a peaceful year most importantly. Nagyon köszönöm, és én is engedjem meg, hogy önnek, a családjának és minden nézőnek békés, boldog és egészséges, egészségben eltöltött új esztendőt kívánok. Also for you and thank you very much for the coming. Nagyon köszönöm. Kedves nézőim, az elmúlt közel 35 percben az Amerikai Egyesült Államok udvarosra akkreditált nagykövete volt stúdiónk vendége. Nagyon tanulságos ez a beszélgetés. Egy nagykövet, aki 81 éves korában és 80 fölött is elindult tovább a hazáját szolgálni. Nem pénzért, nem fizetésért, hanem azért, hogy hazájának még jobb hírneve legyen, és hogy barátokat találjon az Egyesült Államok, akár ezzel a kis országban, Magyarországon is. Köszönöm, hogy minket választottak. Előzetesek, és utána folytatjuk.